Hóvirágok a város központjában, a jövő szakembereit képezik Karcagon, az ápolókat köszöntötték, folyamatosan fejlődik Tisza Szent Imre. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 25-én 18 óra 5 perckor. Karcagon a Madarasi úti lakótelep előtti kiskertben rengeteg hóvirág nő minden évben. Rügyezésnek indultak a fák és cserjék, a narcisz és a jácint is kibújt a földből. Ez a tavasz közelettét jelzi. Kosztolnék Béláné minden nap csodája és őrzi is a hóvirágokat. Mit a szomszéd asszonyom gondoz, és ez olyan csodálatos, mindenki csodájára jár, hogy itt a város közepén van egy ilyen csodaszép kis hóvirág. Kert. De nem csak ő, hanem a gyerekek is szeretik csodálni ezt a tél végi virágot. Nagyon szépek szerintem, nagyon jó tavaszi virág, és nagyon szépek. Azt kell tudni a hóvirágról, egyrészt, hogy nem szabad letépni őket, másrészt, meg azt, hogy ezek egy tavaszi-téli olyan virágok. Igen, nagyon szépek, ugye? A hóvirágjait takarja be Ézsiás Antal. Mint mondja, melegszik az idő, de a fagytól az őszi fa levelekkel lehet megvédeni a hóvirágot és más hagymás növényeket. Hóvirág igazából nem is hóvirág, hanem egy tavaszi normál virágnak tűnik, hiszen hó szinte nem volt. Amikor volt egy pici hótakaró, akkor még a hóvirág csak kezdett bújni, és igazából a hóvirág nem a hóval jött, hanem már a hó után. Hát de mikor jön a hóvirág? Hát a hóvirág az hótakaró alatt, ahol melegebb a talaj, nincs megfagyva a talaj, a hó alatt megjelenik, és a hóolvadással gyakorlatilag díszlik. Gyakorlatilag ugye erdőkben, ahol összefüggő és vadon terem, ott egész hóvirágmezőket láttam, igaz, hogy csak a médián keresztül, de kiskertekben, házi kertekben is helyenként látom a hóvirágot. Most szépen díszlik. A hóvirágra gyakorlatilag lehet tenni bizonyos mértékben takarót, ez ilyen lehet, hogy avar, lomb, maradvány, egy erős faj, ami mínusz 5-10 között jelenik meg, akkor már érdemes betakarni egy vékony avar takaróval, és ez átvészeli a hideget. A hóvirágok élőhelyei az üde vagy félszáraz lombos erdők, mediterrán és alhavasi cserjések, ritkábban fenyvesek, föld alatti raktározó szervik az 1-2 cm átmérőjű hagyma, amelyből két hosszúkás levél hajt ki, fajtától függően az ősz vagy a tél végén. A hagymából egy virágzó szár nő ki, amely egy virágot hordoz. A virág jellegzetessége a három nagy hófehér külső lepellevél, a köznyelben szirom, és az ugyancsak három kisméretű belső lepellevél, amelyek zöld foltokat vagy rajzolatokat viselnek. A nagy hóvirágállományokban azonban gyakran előfordulnak az adott faj alaptípusától eltérő példányok. A virág felépítésében többféle változat is kialakulhat. Így lehet kétszárú, kétvirágú. A két lepelkörből az egyik hiányozhat, vagy a két lepelkör éppen egyforma. Olykor a belső lepelkör átmenetekkel porzóká alakulhat, vagy ellenkezőleg kettőnél több lepelkör telt virág alakul ki. A lepellevelek körönkénti száma 3 helyett 1-től 6-ig változhat. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában Nagy Zsolt József szaktanárral beszélgettünk arról, hogy milyen gépészképzési lehetőségeket kínál az iskola. A mostani 9-esek már 5 éves képzésen vesznek részt, és mezőgazdasági gépésztechnikusként végeznek. Ezt a végzettséget nagyon sok munkával, kitartó tanulással szerzik meg, de a végén egy nagyon keresett szakmát kapnak, mondja a szaktanár, aki szólt arról is, hogy az elmúlt években a képzéshez nagyon sok új gépet sikerült beszerezniük, a kombánytól a traktorig. Nagyon sok új gépet sikerült beszereznünk, a Clastucano 320-as kombányt is említem, illetve a legújabb fejlesztésünk egy Steyr traktor, amely GPS berendezéssel van ellátva, és a precíziós mezőgazdaságba egy kis lépést tettünk ennek irányában.
Az alsóbb 9-10-es évfolyama tanítási időben az iskolában tölti a gyakorlatot. Az alsóbb évfolyamokon 9-től 10-ig, főleg a tanítási időben az iskolában töltik a gyakorlatot a tanulók. A nyári összefüggő gyakorlatok alkalmával mindig lehetőség van szerződés keretében külső cégnél, külső partner cégnél letölteni az összefüggő gyakorlatot. A gépész képzésben résztvevő tanulók 50-60%-a időnként még nagyobb arányban is kollégista vagy bejárós, 50 kilométeres körzetből így keresett szakma. A gépészek esetében túlnyomó részük a szakmában marad. Nagyon sokan közülük már családi gazdaságban, úgymond generációváltásban vesznek részt. Nagyon sokan mennek el nagy agrárcégekhez, szervizes munkára, karrierépítési lehetőséget keresve. Vannak, akik egészen más helyre is mennek, és vannak, akik továbbtanulásban is jeleskedtek. Tudok több tanulónk, aki a Gödöllői Egyetemen gépészmérnöki karon tanult tovább, de a Debrecen Egyetemen, Nyíregyházi Főiskolán is nagyon jól megállják a helyüket tanulóink. A Magyar Ápolók Napja alkalmából ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a karcagi Kátai Gábor Kórházban. A Magyar Országgyűlés 2014-ben február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Erről ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a karcagi Kátai Gábor Kórházban is. Dr. Piroska Miklós, a Hetényi Géza Kórház főigazgatója levélben köszöntötte a karcagi ápolókat, melyet dr. Lakatos Linda intézeti főgyógyszerész olvasott fel. Majd ő emlékezett meg a hűséges, önfeláldozó, emberséges Kossuth Zsuzsannáról, aki olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely a ma és a jövő ápolója számára egyaránt példaértékű. Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, legkedvesebb testvére volt, akit életrajzírói szerint lelkének jobb felének tekintett. Nevezik a magyar Nightingale-nek is, hiszen ő is teljes szívvel és lélekkel vetette bele magát egy jó ügy szolgálatába, szervezte a szabadságharc sebesültjeinek ellátását, ápolását. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem. A magam szenvedéseit alig éreztem. Már súlyos betegen, számújzetésben írta ezeket a sorokat, amelyeknél jobban alig ha lehetne összefoglalni Kossuth Zsuzsanna emberi nagyságát. Kossuth Zsuzsannának tragikusan rövid élete volt, mindösszesen 37 évet élt, és ez alatt is sok szenvedés, magánéleti és közéleti csapás sújtotta. Mégis, mindennek ellenére példamutatóan tevékeny, a rászoruló embertársai szolgálatában fáradhatatlan, nagy tehetségű embernek ismertünk meg őt. Az emlékezés után F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője szólt elismeréssel a Kátai Gábor Kórházban dolgozók emberfeletti munkájáról, amit a Covid alatt végeznek a betegekért. Mint mondta, ez a mai nap az ápolóké, de ők azok, akik az év 364 napján 0-24 órában értünk dolgoznak, tisztelet érte. Nagyné László Erzsébet főigazgató is megköszönte a kórházi ápolók, szakápolók, orvosok magas szintű gyógyító munkáját és jó egészség kívánt mindannyiuknak a jövőben is. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy tarthatunk évente legalább egy alkalommal ilyen rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy ahogy ezt elmondtam a ünnepi beszédemben is, a Kátai Gábor Kórház dolgozói kivétel nélkül megérdemlik a méltatást, és az áldozatos munkájuk eredményeként nagyon sokan kerülhettek haza a családjaikhoz ebben a járványidőszakban is. Sajnos nyilván az elmúlásnak is megvannak a határai, van amikor a korlátai, amikor már ők sem tudnak segíteni, és a tudomány sem tud segíteni. Én úgy gondolom, hogy lelkileg nekik is kell az erősítés ahhoz, hogy ezt az erőt és ezt a mosolyt, ezt a gondoskodást a hittel, lélekkel át tudják adni az itt ellátottaknak és a hozzátartozóknak egyaránt, és ők teszik ezt a nap 24 órájában, úgyhogy méltán megérdemlik, hogy egy alkalommal megünnepeljük őket, és mindenkinek köszönöm a Kátai Gábor Kórház összes dolgozójának,
a szakdolgozójának ezt a munkát, ezt az odaadást, amit tanúsítottak itt az elmúlt évben, és az elmúlt két évben pedig főleg kiemelten. Nem véletlenül kapta meg maga a kórház dolgozói állománya azt a kitüntető címet a tavalyi évben, amit Karcagváros önkormányzata egészségügyi díjjal jutalmazott. Én azt hiszem, hogy ez is nagyon méltó helyre került. A Magyar Ápolók Napja alkalmából a Kántai Gábor Kórház vezetése, a Magyar Ápolási Egyesület helyi vezetése és a Kántai Gábor Alapítvány kiváló munkájuk elismeréseként oklevelet adományozott. Halász Károlyné, Ölvedi Ilona és Derdáné Szentanai Tünde ápolók részére. Az elismerést dr. Takács Beáta orvosigazgató, Nagyné László Erzsébet főigazgató, Horvátné Vas Erzsébet ápolási igazgató, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor polgármester adta át részükre. Ugye tele van a naptár ünnepekkel. Nagyon sokfajta ünnep van, családi ünnep, különböző nemzeti ünnepek, megemlékezések. És hát vannak olyan napok, amikor egy-egy szakma iránt tiszteletünket kell, hogy kifejezzük. Amikor megállunk ezen a napon, és azokat a szakmabelieket ünnepeljük. De ez csak egy nap. Ilyenkor arra figyelünk, hogy ők mit szeretnének, mi az ő kívánságuk, próbálunk az ő kedvükben járni, de ez még mindig csak egy nap. És hogyha megnézzük a naptárt, akkor van még 364 nap, amikor mindez fordítva történik, amikor ők dolgoznak értünk. A nap minden egyes percében, ugye ilyen az ápolók szakmája is, hiszen nem lehet megállni. Egy kórházban hajnaltól késő estig a nap minden percében oda kell figyelni a betegekre, oda kell figyelni a hozzátartozókra, oda kell figyelni mindazokra, akik elesettek, betegek, akik számítanak az ő munkájukra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mai napon pedig ők számíthatnak ránk, hiszen kitüntetett figyelmünket, tiszteletünket tesszük irányukba ezen a napon. Mindenki munkájára szükség van az egészségügyben, ugyanúgy az orvosokéra, mint ahogy az ápolókéra is, de valóban, hiszen kivel találkozik a beteg a legtöbbet. Az orvos megvizsgálja, megműti, odafigyel rá folyamatosan természetesen, de a közben lévő időszakokban az ápolóval találkozik. Ő az, aki, ahogy mondtam, hajnaltól késő éjszakáig, éjfélig odafigyel rá, ott van vele, aki törődik vele, és hát természetesen utána hívja az orvost, amikor szükség van rá. Valóban nagyon nagy szükség van az ő munkájukra. Én azt gondolom, hogy nem csak azok, akik ma elismerést kaptak, akiknek természetesen külön gratulálok ehhez az elismeréshez, hanem valamennyi egészségügyi dolgozó, ápoló számára tiszteletünket kell, hogy kifejezzük, amit én azt gondolom, hogy ezzel a kis ünnepséggel is megtettünk, és hát külön ki kell emelni azt, hogy a város, az ország nevében mindenkitől ezt a tiszteletet fogják ők megkapni a mai napon, mint ahogy az év többi napján is. Az ünnepség keretében dr. Fazekas Gábor Gyula, a Kátai Gábor Alapítvány elnöke vérnyomás és vércukorszint mérőket adott át a kórház részére. Az ápolási igazgató vette azt át, ezzel is segítve az osztályokon a gyógyító munkát. A napokban a térség országgyűlési képviselője F. Kovács Sándor Tiszaszent Imrén egyeztetett a település vezetőjével. A Tiszató térségének egyik legszebb, legrendezettebb települése Tiszaszent Imre, egy olyan falu, ahol mindennek van gazdája. Az elmúlt évtized fejlesztési támogatásai látványos eredményt hoztak. F. Kovács Sándor személyesen gratulált a település első emberének és az ott élőknek. A képviselő úr ígéretet tett, hogy folytatja a munkát, folytatja Tiszaszent Imre fejlesztését. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!